Ha mezővári, akkor az egy háza nemzetért és a borzsavári zenekar jut eszünkbe. Ha néphagyományok megtartására és átadására, a tehetséggondozásra, a szülőföldön való boldogulásra gondolunk, akkor mindenképpen eszünkbe jutnak a borzsavári tehetséggondozó, művészeti és hagyományőrző civil szervezet közösségerősítő, a fiatal talentumokat felkaroló és támogató rendezvényei. Nemzeti örökségünk megőrzéséért, a kárpátaljai magyar közösség megmaradása érdekében végzett tevékenységért a borzsavári zenekar idén Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjban részesült. Az elismeréshez hosszú út vezetett. Az elhivatottságuk a gyökerekhez és a szülőföldhöz való ragaszkodásuk, odaadással végzett tevékenységük, valamint az úrba vetett erős hitük végül meghozta gyümölcsét. Kovács Sándorral, a borzsavári zenekar alapítójával és nejével Erikával a kezdetekről, a hitoktatási szolgálatról, a családról, érdekes és eseménydús életpályájukról beszélgettünk. A Kallós Zoltán díj már most kicsit az idő elhaladtával. Volt időm gondolkodni, lecsapódott bennem az a hatalmas élmény, ami Budapesten ért. És hát nagy öröm természetesen, nagy megtiszteltetés, de ugyanakkor egy nagy kihívás is számomra, mert úgy gondolom, hogy amiért kaptuk, az valamiért megtörtént, de viszont nem ez nem egy korszaknak a lezárását jelenti számomra, hanem na, hogyha eddig úgy gondoltam, hogy minden jó, akkor gondoljam úgy, hogy most már komolyabban kéne venni a feladatokat. Úgy gondoltam, hogy ez a díj valaminek a lezárása és elismerése, de aztán rájöttem, hogy nem, mert egy felelősség, egy plusz feladat, amit folytatnom kell. A Kallós Zoltán díj, mikor felhívtak, hogy felterjesztettek erre a díjra, akkor összenéztünk és nagyon meglepődtünk, hogy de miért? De miért? Mert úgy az ember, hogyha benne van valami, akkor nem érzi, hogy már teljesített valamit. Én mindig azt érzem, hogy folyamatban vagyunk, hogy ez még nincs valamin rajta a pont, azon az én, és én úgy kételkedtem abban, hogy megérdemeljük mi ezt is. És akkor azt mondtam magamnak, hogy akkor legyen ez egy kezdet, egy új kezdet, és nem egy zár, hanem nem egy pont azon az i betűn, hanem egy új kezdet, egy új inspiráció, egy újabb olyan löket, ami az embert úgy tovább viszi, és akkor azt mondom, hogy na akkor muszáj vagyok ennek most megfelelni, hát nagyon meglepődtünk, és ez egy nagy megtiszteltetés, és az, hogy a KMKS ránk gondolt, felterjesztett, és egyhangulag ránk gondolt, és egyhangulag megszavazták azt, hogy akkor Kárpátaljáról mi legyünk, hát ez meg tényleg egy elismerés, mert ugye az ember nem gondol minden nap ilyenre, hogy na, akkor hát, ha majd valaki. És úgyhogy ez ilyen igazi, igazi nagy ajándék. Hát ha a borzsavári megalakulásáról kellene néhány dolgot mondani, akkor muszáj vagyok visszamenni a kezdetekhez, 2000. május 6-ához, ahol egy nagy esemény történt, Kovács Erikát feleségül vettem, és gyakorlatilag innen indult el az egész, mert a borzsavári zenekar tulajdonképpen a gyermekeinkből állnak össze, és ez se volt megtervezve, hogy most népi zenekar fogok alakítani. 98-ban, amikor az életemben történt egy váltás, egy változás, egy gyökeres változás, akkor én eladtam a harmonikámat. Mert azt mondtam, hogy én eltékozlom azt a tehetséget, amit kaptam, és 2009 volt az, amikor azt mondtam, hogy na, akkor kezdeni kell ezzel valamit, mert hallottam egy ilyen
bölcsességet, hogy el kell dönteni, hogy magyar református ember vagy, vagy református magyar ember vagy. És ezen nagyon elgondolkodtam, és végül is oda jutottam, hogy kell magyar reformátusnak is lenni. Muszáj foglalkozni a gyökereinkkel, muszáj foglalkozni, mert ahogy a világ sodrása, amilyen irányba vitt, annak az volt a célja, hogy ezt megszüntetni. És adott volt az alkalom Kisgelyőcön, Krédó Fesztivál kapcsán, hogy el tudtunk menni. Igazából az elsődleges célom nem is az volt, mikor fiatal lány voltam, hogy én zenész leszek, vagy zenélni fogok valamikor. Minden vágyam orvos akartam lenni, hogy én majd az emberekért teszek valami olyat, ami valójában a kutatásban akartam részt venni. És úgy gondoltam, hogy abba tudok kiteljesedni, hogy segítek az olyan embereken, akik tehetetlenek és reménytelen helyzet. Hát az Úristen ezt másképp gondolta, és nem vettek fel oda, ahová én felvételiztem, és akkor egy teljesen más út nyílt még akkor. Még azon a nap megnyílt egy másik út előttem, és akkor úgy belegondoltam, hogy lehet, hogy most ez, tényleg ez egy olyan zár, ami nem fog nekem megnyílni, de egy másik ajtó nyílt, és akkor azon léptem be. Ez volt akkor a szakiskola, az ungvári szakközépiskola, és én oda ének szakra és karvezetői szakra felvételiztem, és ott találkozásaim, a kapcsolataim, ezek mind-mind megalapozták azt, hogy hát mi leszek én a jövőben, és mi is lesz az, amivel foglalkozni fogok. Az első ilyen meghatározó az életem lenyomata az Ivaskovics József volt, és akkor megalakult a Krédó, és akkor a Krédóban ott már azért a népi örökségünk a verseken keresztül, és ő mindig azért oltotta belénk azt, hogy ez valahonnan jön, és az az érték, ami az őseinktől jön, a magyarságunk, a magyarság érzetünk, és ezt ő úgy olyan szépen adagolta, és ezt olyan pedagógiai tehetségével, ezt úgy körénk élte, hogy észre se vettük, hogy most már ezt mi szeretjük. És aztán alakult a mi kis családunk, ahol népzenész párommal, hát mibe folyik bele az ember, ha nem egy közös produkcióba, ő hozta a népzenei fonalát, én hoztam a versek, az énekek, a komoly zenei részét, és akkor így lett ebből egy. És az egész folyamat az most már itt tart, hogy akkor van egy civil szervezetünk, ahol a népi hagyományokat próbáljuk meg megőrizni, továbbadni, a tehetségeket felkarolni, akit csak lehet. Nem is olyan régen számoltuk össze, hogyha azok, akik a mi szárnyaink alól kimentek és tovább tanulták a zenét, úgy a népzenét, mint komoly zenét, hogyha összeszednénk, akkor az már egy jó százas kórus azért meg lenne, de szép is lenne. Jézus az Úr, az igazság. 95-ben kezdtem kántorizálni, orgonálni, énekvezetés, énektanítás a gyülekezetben. Nem mondom, hogy a kedvencem volt, mivel soha nem voltam egy olyan brillírozós zongorista, úgy gondoltam, hogy ez sem fog menni. De Isten ezzel is formált engem. Oda helyezett, és úgy átformált, és akkor meg kellett tanuljam azt, amit tanítok. Mindig egy lépéssel jártam csak a gyülekezet előtt. Aztán 96-ban, amikor Zán Sándor lett a mezővári lelkész, akkor nem volt hitoktató, és eljött nálunk, és azt mondta, hogy mi lenne, ha elvállalnám arra az egy pár évre, vagy egy évre, inkább így kezdte óvatosan, arra az egy évre, míg nem talál képzett hitoktatót, és hát azt mondtam, hogy hát jó, én még soha ilyet nem tanítottam, de hát addig még nem talál. Hát most eltelt 20
akárhány év, és még mindig nem talált, de közben azért ő is óvatosan, de azért kicsit volt benne egy kis csavar, mert nem sokára beállított egy halom könyvvel, és azt mondta, hogy le kellene vizsgázni, mert nem fogják engedni, hogy akkor tanítsak, és akkor levizsgáztam. Akkor volt még itt Kárpátalján tanfolyamok, hitoktatói tanfolyamok, azon részt vettem, és akkor ez ilyen gyors talpaló volt, és akkor volt egy záróvizsga, és azon meg kellett felelni, és az Úristen úgy rendezte, hogy akkor én azon, bár én úgy gondoltam, hogy biztos, hogy nem fogok megfelelni, de hát a pontszámok úgy jöttek ki, hogy benn maradtam a csapatba, és nagyon hálás vagyok az Úristennek, mert én úgy gondolom, hogy minden hivatás, minden munkám, minden fölött a hitoktatás van. Megszokott, hogy azt mondjuk, hogy valaki fontos szerepet tölt be. Ők az én életemben, a gyülekezet életében, a református egyházkerület életében nem szerepet, hanem egy nagyon fontos szolgálatot töltenek be. Visszanyúlik egészen 96-97-re a mi ismerettségünk. A 98-as árvíz volt az, ami úgy tervezte, hogy elszakít egymástól bennünket, tehát a Erikát és a gyülekezetet, mert az árvíz következtében ők elköltöztek Mezővárból, viszont nekem megvolt a lehetőségem, és megvolt a lelki igényem arra, hogy ne hagyjam, hogy ez a kapcsolat ez tönkre menjen, és Erikáért pontosan nem tudom mennyi időt, de lehet, hogy 2 évig vagy 3 évig átjártam Borzsovára, hogy hazahordjam kántorizálni. És úgy gondolom, hogy ez azért történhetett meg, mert ő sem egy egyszerű munkahelynek tekintette az akkori szolgálati helyét, a gyülekezet kántori feladatkörét töltötte be, később a hitoktatóit, hanem Istentől rendelt szolgálat és helynek tekintette Mezővárit, mint az otthonát, vagy a hazáját, ami épp akkor nem volt az otthona. És otthon is lett belőle, mert a tudomásom szerint az egyetlen gyülekezet Kárpátalján, ahol kántortanítói lakás van, és a kántortanítói lakásban a kántortanító is lakik. Én úgy gondolom, hogy ez a több mint 2 évtized. Az mind-mind magvetés volt, tanítás a zene tekintetében, a hangszerek szeretetének a tekintetében, az éneklésnek a felfedezése, és annak a következménye ez az utolsó említett 5 év. Nagyon sok munka van benne, nagyon sok helytállás, szorgalom, nagyon sok újrakezdés. És ezért az ő munkájuk, az ő szolgálatuk egy olyan kimagasló és nagy értékű tevékenység, ami sok száz fiatalt, ma már édesanyákat, édesapákat érintett, akik az ő kezük alatt tanultak meg hangszeren játszani, fedezték fel a saját képességeiket, a saját tehetségüket, a hangjukat, az ügyességüket, hogy ők tudnak énekelni, hogy ők tudnak táncolni, hogy ők meg tudják szólaltatni úgy a hangszert, ahogyan azt a legjobb hangszerkészítő álmodta valamikor. Maga a környezet diktálja azt, hogy igen, akkor most ez lesz a feladatod, és ez így lett 2019-ben is, amikor már megfogalmazódott, és
be is regisztrálódott, mondjuk így, a Borzsavári Tehetséggondozó Művészete és Hagyományőrző civil szervezet, de még csak papíron, meg fejben voltak meg a gondolatok, az ötletek és az engedély. És akkor jött egy felkérés, hogy mit szóltok hozzá. Ez volt a püspök úr. Még minden rossz állapotban volt, nagyon sok felújítás állt még a Nemzetház előtt, hogy ilyen állapotba kerüljön, de három szobával kezdtük, ami a zene és a tánc termeket jelentette, és aztán ismét elkövetkezett egy nap, amikor azt mondta a püspök úr, hogy ha ti ezt betöltitek, ezt az épületet gyerekzsivallyal, akkor itt nem fog nyílni se szépségszalon, sem masszázs szoba, akkor ameddig ez így működhet, addig a tiétek a ház. És akkor kezdtük el belakni. És ugye eltelt néhány év, konkrétan 5, és nem látom azt, hogy hiába volt az erőfeszítés, mert érezzük, hogy ez, és tudjuk azt, hogy ez a ház fontos másoknak. Sokan jönnek be, akik csak megpihenni akarnak, sokan jönnek be, akik csak kikapcsolódni akarnak, jókedvűen akarják eltölteni a délutánjukat, és azt a célt is szolgálja, hogy a fiatal generáció itt szedjen magára tudást, közösséget, hogy tanulja meg, mert sajnos most már a közösséget is tanulni kell, mert már nem egyértelmű, hogy egy utcabeli fiúk este 10 óráig kint vannak, és önfeledten futballoznak, vagy egyszerűen beszélgetnek, hanem mindenki elvonul a maga kis kreált világába, és tölti a napjait. Az a jó, hogy a családtagok is beleolvadtak abba, amit mi képviselünk, amit teszünk. Ők ott voltak zenészként, ők ott vannak a templomba, ott vannak velünk egy egyházi rendezvényen, és mindenhová bele tudnak állni. És mikor magát a Nemzetházat is úgy kézbe vettük és elkezdtük csinálni, akkor az én középső fiam azt kérdezte, hogy anya, ezt miért csináljuk, és ezt miért mi csináljuk? És ezt úgy álltam előtte, hogy végül is nem tudom megmondani. Most ez van, ez a feladatunk, és lehet a te jövődet pont itt most építjük. Mert úgy jönnek ezek a feladatok, és úgy beárad az életünkbe, és ez pont így volt a gyerekekkel is, hogy nőttek, oda nőtt az egyik gyerek, oda nőtt a másik gyerek, és pont nem volt egy bőgősünk, és odaért egy harmadik gyerek, aki azt mondta, hogy akkor ő bőgőzni fog. És én olyan hálás vagyok az Istennek, hogy ők olyan nagy tehetséget kaptak az Úristentől, hogy engem már rég-rég túlnőttek mindenbe, de azért imádkozom, hogy megtalálják ők is a helyüket, és hivatásként tegyék majd, és nem munkaként. Jól emlékszek, amikor ezeket a dekorációkat raktuk fel, és itt Abigail is, meg Tamás is, meg Dani is itt volt. És akkor egyszer úgy megszólal Tamás, hogy de minek csináljátok ezt? És akkor Abigail így ráripakodott, hát nem tudod? Hát nekünk csinálják itt a helyet. És ez nekünk készül. Ez már az miénk. Első nagy ünnepségünk volt az a Cseperedő Zenészek és Táncosok találkozója. Ezt már 2019-ben megtartottuk. Még csak ez a
tér volt akkor szalonképes, és a fiatalok itt két oldalt kenték a zsíros kenyeret hagymával, és a maga a Cseperedő Fesztivál az pedig kint volt az utcán, mert nem volt helyhon megtartani. Illetve a népi hagyományőrző napok, amik már most negyedik alkalommal volt megrendezve, itt tartjuk meg református biblia hetünket, a hittanos hetünket, és gyakorlatilag amilyen rendezvény van a faluban, aznak 99%-a itt valósulhat meg, illetve a tavaly beindítottunk egy másik projektet, ez a gazdanapot viseli, aminek az volt a célja, hogy a mezőgazdaságban dolgozókat egy kicsikét vegyük észre, emeljük fel és értékeljük azt a munkát, amit ők számunkra láthatatlanul végeznek, mert nekik nincs idejük a faluba se irafikálni, hanem reggel hajnalba kimennek a mezőre és este későn sötétbe érkeznek meg. És ez is nagyon fontos, hogy őket is lássuk meg, mert amit tesznek, az sokkal nagyobb dolog, mint ahogy mi gondoljuk. Támogatások nélkül nem tudna gyakorlatilag megvalósulni ezek a programok olyan minőségben, amilyenben megvalósulnak. Amit először emelnék ki, az a falu közössége, akik támogatnak, akik mindig, mikor kicsit megfáradunk így az utolsó előtti, vagy az utolsó napon, akkor ők mindig oda jönnek, és egy válsimogatással jelzik azt, hogy ez fontos. Vagy szóban, vagy a szülők, akik idehordják a gyermekeiket, és bármit kérhetünk tőlük, azonnal készen állnak a segítségre, de nyilván a magyar kormány által, a magyar kormány nagyon sokat tesz ezért. Először, akik mellénk álltak, ez a Csóri Sándor program, akik felvállalták, hogy Kárpát-medencében támogatják a népzene, tehát a népművészet, és ezen belül az összes alkategóriát, amit most nem akarok felsorolni. Ők álltak mellénk, és tényleg az első támogatáshoz a papírokat olyan hiányosan adtuk be, de mondták, hogy jó lesz, az csak még ilyen apró javításokat végezzetek rajta, és akkor meg lesz, és minden, és nagyon örültünk neki. És aztán később, ahogy nőttünk, növekedtünk, aztán a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT és a Nemzetpolitikai Államtitkárság volt az, aki gyakorlatilag a ház működésének a támogatásában nagyon nagy részt vállalnak. Életemben mindig akkor jöttek a lehetőségek, akkor láttuk meg a lehetőségeket, amikor emberileg azt mondták, hogy nincs értelme. Mert 2019-ben regisztrálódott be maga a szervezet, és 2020. március 13-án mindent lezártak. És amikor azt mondták, hogy sehova senkinek, akkor úgy eszünkbe jutott, hogy jó, és mi lesz a gyerekekkel? Mi lesz a fiatalokkal? Mi lesz az idősekkel? És az irántuk való a tisztelet, vagy nem is tudok helyes szót rámondani, az adott mindig egy lendületet, hogy tennünk kell valamit értük, mert valakik ezt így diktálják, hogy most nem. De féltünk attól, hogy ha most nem, akkor lehet később sem. Mert nem láttunk előre két hónapot sem, fél évet sem. És valahogy mindig az élet az hozta a sodrásával azt a motivációt, ami nem engedett minket leengedett kézzel ülni a széken is, és várni a jobb lehetőséget. Nagyon érdekes, mert igazándiból én sem gondoltam még ebbe bele, hogy valóban hogy bírtuk ezt végigcsinálni, de,
de ha visszatekintek, akkor nem emberi erőn múlott, nem engedélyen múlott. Nem azon múlott, hogy most merjek kimenni, vagy nem, hanem akkor menjünk. És kimentünk az utcára, és elindultunk. És akkor csatlakozott egy személy, meg még egy személy, és akkor lettünk egy nemzetházzá. Takalózi díj nyomán gondolkodunk tovább. Vannak tervek, vannak ötletek, de mindig várjuk a megerősítést valakitől, és nem embertől, mert minden gondolat, minden terv nem az én akaratomból valósul meg, hanem egyedül az Úristen akaratából. És ezt azért merem kimondani, mert az egész életem így alakult olyanná, amilyen most. Az az álmom, hogy majd ha, akkor a jövő generáció legyen büszke Kárpátalján.